Thank you.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Egybegyűr gyülekezetet a mai délelőttön. Generál konferenciának az a jelmondata erre az időszakra, hogy minden tag bevonása a szolgálatba. Azt gondolom, hogy a zenei osztály ebben élen jár, akkor, amikor ilyen alkalmakat szervez, de akkor is, amikor vannak olyan kórusok, ahol talán az egész gyülekezet kórustag, és minél több embert, akinek ez a lelki ajándék megadatott, igyekszünk bevonni ebbe a nagyszerű szolgálatba. Egy olyan speciális hétvége, ez a mostani hétvége, amikor családok készültek különböző kirándulásokra, együttlétekre, gyülekezeti kirándulásokat is szerveztünk erre az alkalomra. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek el kellett gondolkodni az elmúlt hetekben, és talán az elmúlt napokban azon, hogy miről is emlékezünk meg ezekben a napokban, illetve ezen a hétvégén. És úgy gondolom, hogy valamennyien elkalandoztunk gondolatokban a tanítványoknak a korára, akkor, amikor közvetlenül Jézus Krisztusnak a mennybe menetele után a tanítványok milyen csodálatos szolgálatot láttak el. Így szeretném a ma délelőtti igei gondolatoknak az alap szövegét olvasni az apostolok cselekedeteiből. Az apostolok cselekedetei második fejezetéből az első verset és a 47. vers második felét. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És a 47. vers, dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet üdvözülendőkkel. Szeretnénk-e mi mindezt megtapasztalni itt Magyarországon? Ezt az igét. Az Úr pedig szaporítja vala a gyülekezetet minden napon üdvözülendőkkel. Én úgy gondolom, igen. Hát tanulmányozunk és elolvassuk az előző fejezetet, akkor azt láthatjuk, hogy Krisztus mennybe menetele után a tanítványok visszatértek Jeruzsálembe, és egy nagyszerű Isten tiszteletet tartottak. De vajon milyen volt az ő lelki állapotuk? Szomorúak voltak? Én azt gondolom, hogy nem. Talán azt gondolnánk, hogy miután Jézus felemelkedett a mennybe, szomorúnak kellett volna lenniük, és azzal kellett volna tölteni az ő idejüket, hogy egymást vigasztalják, de azt olvashatjuk, és arról olvashatunk, hogy nem ezt tették. A tanítványok nagy örömmel, inspiráltan, tele energiával visszatértek Jeruzsálembe. Már biztos volt bennük némi szomorúság, és ugyanis Jézus már nem volt velük személyesen. De vajon miért voltak ennek ellenére ennyire boldogok? Azért, mert Jézus Krisztus egy csodálatos ígéretet adott nekik. Egyrészt elmondta azt, hogy elmegy és készít egy helyet, és vissza fog térni nagy hatalommal és dicsőséggel, így ezáltal egy élő reménységük lehetett. Másrészt pedig megnyugtatta a tanítványokat, hogy mindaddig, amíg nem tér vissza, nem lesznek egyedül, nem hagyja őket árván. Azt olvashatjuk a János evangélium a 14. fejezetében, 16. és a 17. versben a következőket olvassuk. És én kérem az atyát és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. És a 26. vers, ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, az mindenre megtanít majd titeket és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Teljesedett ez az ígéret a tanítványok életében? Ugye teljesedett? A Bibliában arról olvashatunk, hogy amikor a tanítványok elnyerték a Szent Lelket, akkor bizonyságot tettek Jézusról. Azt olvastuk a felolvasott alapigében, hogy mindnyájan egy akaraton voltak, és hogyha elolvassuk a következő verseket ebben a fejezetben, akkor láthatjuk a Szentlélek csodálatos megnyilatkozását. A 14. verstől pedig egy nagyszerű prédikációt mond el Péter Jézusról, és ez a prédikáció egy felhívással zárul. Az apostolok cselekedetei második fejezet 38 és 39. verse. Így szólít Péter apostol, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
És milyen eredménye lett ennek a prédikációnak? Így olvassuk a 41. versben. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy 3000 lélek. Micsoda eredmény! Az apostolok tehát nyíltan, bátran hirdették tapasztalataikat, valamint nyíltan és bátran hirdették az akkor időszerű jelenvaló igazságot. Bár olvashatunk arról is az igében, hogy hitükért börtönbe zárták őket, megverték őket, de ennek ellenére nagy bátorsággal és erővel hirdették az evangéliumot, mert azt mondták, így olvashatjuk az igében, hogy nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. De vajon mi a helyzet ma? Vajon éle bennünk az a gondolat, hogy amit velünk cselekedett az Úr, azt nem szabad magunkba tartanunk, azt el kell, hogy mondjuk. Vajon teljes odaadással hirdetjük-e Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét? Mondhatnánk azt, hogy könnyű volt a tanítványoknak. Jézus személyesen elmondta nekik, hogy vissza fog jönni nagy hatalommal és dicsőséggel, valamint nekik adta a Szentléleknek az ígéretét. Ezek után olvashatunk különböző izgalmas történeteket. Azt mondtuk az alapige olvasása után, és azt válaszoltuk, bár nem volt túl erőteljes ez az igen, de azért úgy hallottam nagyon halkan, hogy mi is szeretnénk azt a tapasztalatot, amely a tanítványoknak volt pünköstkor. Vajon lehetséges-e ez ma? És ha igen, akkor milyen módon? Vajon hogyan tudjuk mi is befogadni a Szent Lelket? Mit tettek a tanítványok? Az Apostolok története című könyvet, hogyha elolvassuk, akkor elmondhatjuk azt, hogy a Szentlélek befogadása előtt a tanítványok dicsőítették Istent. Ezt tesszük mi is ma a mi énekeink által, és ezt tesszük folyamatosan a mi életünkben, dicsőítjük Istent az ő gondviseléséért. Mindazért, amellyel megállt bennünket, talán mindazokért a nehézségekért is, amelyet megenged a mi életünkben, azért, hogy a mi jellemünket formálja. Olvashatunk arról is, hogy összejöttek azért, és összejöttek, hogy Krisztus nevében elmondják Istennek, hogy mire az, amire szükségük van, és mire vágytak. Olvashatunk arról is, hogy megalázták az ő szívüket, megbánták bűneiket, Jézus életéről gondolkodtak, és semmilyen áldozat nem volt túl nagy, amit érte kellett hozniuk. A feladat, a szolgálat végzése tehát áldozatokkal jár. Ez a mai alkalom is, hogy létrejött, biztos vagyok benne, hogy sok mindenkinek az életében járt áldozatokkal. Nem hiszem, hogy úgy jött létre ez a mai nap, hogy valamennyien beírtuk a naptárunkba, hogy május 14-én kórus találkozó lesz, ezt a 2-3 éneket fogjuk énekelni, és eljövünk ide, és szépen elénekeljük. Hanem ezt egy komoly, áldozatos munka előzte meg, akkor, amikor talán háttérbe kellett szorítani különböző dolgokat azért, hogy erre az alkalomra fel tudjunk készülni. De lehetne más példákat is venni. Én úgy gondolom, hogy ezt valamennyien nagy örömmel tettük. És hogyha kóruspróba volt, az minden söpört az asztalról, és csak kóruspróbára mentünk. Így volt, ugye? És készültünk erre az alkalomra. Sosem hiányoztunk a kóruspróbáról. Imádkoztak a Szentlélek kiárasztásáért és szolgálatukkal, imájukkal összhangba volt. Hitték azt, és azzal együtt éltek, amit imádkoztak, és bizalmukat teljesen Istenbe vetették. És végül mindenféle egymás közti nézeteltéréseket rendeztek. Meg tudnánk ezt vajon mi is tenni? Én azt gondolom, hogy igen. A kérdés az, hogy akarjuk-e? Vajon kérjük-e az Urat, hogy az ő lelke által formáljon bennünket, hogy alkalmasak legyünk ezekre a dolgokra? El kell azt határoznunk tehát, hogy az új pünkösd ünnepre, amelyről énekeltünk a kezdő énekben, ugyanúgy készülünk, ahogy a tanítványok tették. Mert a Szentlélek ígérete az nekünk is szól. Azonban egy mélyreható bűnbánatnak és megtérésnek kell megelőznie azt, hogy ki tudjon ránk áradni. Így olvassuk Jóel próféta könyve második fejezetében az igét, ott a 12. versben, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Egy teljes, igazi megtérésre van szükségünk.
És hogyan folytatja az ige a 28. versben? Mi fog ezután történni? És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok. Véneitek álmokat látnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, sőt még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Micsoda tapasztalat lenne ez, drága testvéreim? Ahhoz tehát, hogy a tanítványokhoz hasonló tapasztalatunk legyen, egy őszinte, mélyreható bűnbánatnak kell megtörténni az a mi életünkben, valamint egy lelki ébredésnek, annak az ébredésnek, amelyről ír Ésaiás próféta is, hogy kelj fel, világosodj, és add ki azt a világosságot, amely benned van. És mikor kell ennek megtörténnie? Na azt gondolom, hogy még ma. Azt mondja Ellen White, hogy ma kell átadnunk magunkat Istennek, az ő áldása kitöltetik mindazokra, akik megtisztultak minden szenytől. Ésaiáshoz hasonló tapasztalatra van tehát szükségünk, mert ő sem érezte magát, amikor elhívta az Úr prófétának, ő sem érezte magát mindaddig alkalmasnak a szolgálatra, amíg meg nem tisztult, amíg a szeráf nem illette az ő ajkait, és azt mondta neki, hogy hamiságod eltávozott és bűnöd elfedeztetett, és ezután lett alkalmas a szolgálatra, és amikor jött a hívás, a kérdés, hogy kit küldjek el, és ki megyen el nékünk, ezután tudta azt mondani, hogy ím hol vagyok én, és küldj el engem. És ezután tudjuk megtapasztalni, és mi is azt az igét, ami életünkben, amelyről ma reggel olvashattunk, az apostolok cselekedetei első fejezetének a 8. versét, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nékem tanúim, Nemesvámoson, Orosházán, mindenhol, ahova az Úr helyezett bennünket. Talán kicsi specializálódva, mi tanúi vagyunk az Úrnak éneklés által. Így mondjuk el üzenetünket, így mondjuk el a mi reménységünket, mert bizonyosságunk és élő reménységünk, hogy Jézus Krisztus hamarosan vissza fog jönni nagy hatalommal és dicsőséggel. És hogyha figyelitek az énekeknek a szövegeit, akkor egy az egyben tartalmazzák mindazt az üzenetet, amelyet adott nekünk az Úr. Összefoglalva tehát, ami akkor a tanítványok életében megtörtént, az ma is lehetséges. Sőt, az ige alapján azt olvashatjuk, hogy közvetlenül Jézus Krisztus eljövetele előtt a Szentléleknek az áldása még bőségesebb lesz. És ezekben az áldásokban akkor fogunk részesülni, ha mindazokat megtesszük, amelyeket a tanítványok tettek azért, hogy részesei legyenek mindazoknak az áldásoknak, amelyet elnyertek. Én azt kívánom ezen a mai délelőttön, hogy bárcsak minél hamarabb bekövetkezne ez Isten népének életében, talán még a mi életünkben, hogy minél hamarabb el tudjon értünk jönni, és úgy állhassunk majd ott előtte a napod, hogy mindazt a feladatot, amelyet az Úr ránk bízott, azt elvégeztük. Már add már meg ezt az Úr valamennyünknek az ő kegyelméből. Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked.